Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Július 18-a van Frigyes névnapja, 469 éve megszületett első Rudolf magyar király. Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit édesanyjának ajánlott, pedig 68 éve jelent meg. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Ma adják át az új labdarúgó stadiont Adorjánon. Továbbra is órákat kell várni a Szerbiába történő belépésre Magyarország felől. Tovább folyik a mentés a pusztító áradások sújtotta németországi területeken. Az egekbe szökött a málna ára. Adják át az Adorjáni labdarúgó stadiont, amit Barát Gábor atya szentel majd fel. A nyitó mérkőzést pedig a helyi Tisza csapata és a Topolyai TSC játsza majd. A helyszínen van Dóró Alen kollégám, a részletekért hozzá kapcsolunk. Szervusz Alen, milyen a hangulat és mi lesz a program? Jó napot kívánok, köszöntöm a tévénézőket innen Adorjánról, a Tisza új stadionjának helyszínéről, a pályáról. Mögöttem látható a stadion, egyre többen jönnek már a nézők, ugye még a mérkőzésig mintegy fél óra maradt hátra, 6 órakor kezdődik majd az Adorjáni Tisza és a Topolyai TSC összecsapása, ugye amely stadion avató lesz itt Adorjánon, úgyhogy nagyon jó a hangulat, mindenki egy nagyon jó mérkőzést vár. A képeken is látszik, hogy jelenleg zajlik a két együttesnek a bemelegítése, mind az Adorjáni Tiszának, mind pedig a TSC játékosainak. Ugye tudni kell, hogy a TSC-nek tegnap egy nagyon komoly bajnoki mérkőzése volt, ahol 2-0-ra legyőzte a Novi Pazar együttesét, úgyhogy néhányan a tegnapi kezdőcsapatból már a pihenőt kaptak, azonban sokan most lehetőséghez jutnak, így tudnak majd bizonyítani Mladen Krisztajic edzőnek, hogy számíthat majd rájuk a következő bajnoki fordulókban is. Illetve az Adorjáni Tisza is nagyon jó formában van, ugyanis tegnap egy fölkészülési mérkőzésen 7 gólt rúgtak a szabadkai Spartakusz U19-es csapatának. Tehát itt mindannyian a nézők is, illetve mi is abban bízunk, hogy gólgazdag mérkőzés lesz majd itt Adorjánon, és erről majd az eredményről beszámolunk a 8 órai híradónkban is, úgyhogy érdemes lesz minket nézni, illetve a holnapi híradásainkat is, ahol majd egy összefoglalót is láthatnak a mérkőzésről, és ahogy mondtam, nagyjából még fél óra van hátra a kezdésig, úgyhogy aki most nézi hírműsorunkat és a közelben lakik, az még ellátogathat ide Adorjára. Dóró Alen, köszönjük szépen! Továbbra is órákat kell várni a Szerbiába történő belépésre Magyarország felől, de a Szerbiából kilépő forgalom is egyre intenzívebb. A legnagyobb sorok a nap folyamán a Horgos-Röszke autópálya határát kelőn, illetve a közvetlenül mellette húzódó közúti átjárón alakultak ki, de a Kelebi a Tompa átkelőnél is több órás várakozást tapasztaltak az átutazók. A horgosi határrendőrség adatai szerint szombat este 7 órától vasárnap délig mintegy 40 ezer utas haladt át ezen az átkelő helyen. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy mivel most már a nyár közepén járunk, nem csak a Szerbiába belépő, hanem a Szerbiából kilépő oldalon is kialakulhatnak torlódások, ugyanis akik korábban kezdték meg az évi szabadságukat, azok már esetleg hazafelé tartanak Nyugat-Európa irányába. Ezért, ha tehetik, válasszák a kevésbé forgalmas kis határforgalmi átkelőket. Jelenleg ugyanis a AB Kübekháza, illetve a Rasztina Bács-Szentgyörgy, esetleg a Bajmok-Bácsalmás határátkelők tűnnek a legátjárhatóbbaknak. Vasárnap a déli órákban a Szerbiába belépő oldalon a buszokat két sávban engedték, a személygépkocsiknak pedig az összes belépő kaput megnyitották, sőt a kilépő oldalon is két sávban a beléptetés ment. Ennek ellenére az átutazók több órát vártak. Jó, Svédországban a Makedónia ideme. Koliko ste čekali sad do srpske granice? 2 sati. Két határon 4 óra hossza körül. És hogy lehet kibírni ebben a forróságban? Hogy lehet, hogy van klíma, és hoztam hideget. Közben egyre hosszabb sorok alakultak ki a Szerbiából kilépő oldalon is Magyarország felé. A határátkelőt elhagyva az Újvidék felé haladó vendégmunkások áradata miatt torlódás alakult ki az autópálya Békovai fizetőkapujánál is.
A Kelebia-Tompa határátkelőn vasárnap délután mindkét irányban több órás várakozást tapasztaltak az átutazók. A Szerbiába belépés legalább 2 órás, a Magyarországra utazás pedig 3-4 órás veszteglésrel is járt. A két határ közti rész megtelt, így a buszok beragadtak és csak nehezen tudtak manőverezni a többi jármű közt. Montenegróba voltunk, és most mennénk haza Hajdonánásra. Ez jó kifejezés, mennének, ugyebár? Igen, igen. 2,5 órája várakozunk már. Az illetékesek szerint az elkövetkező időszakban nem csak hétvégén, hanem bármikor, hétköznap is kialakulhat torlódás a szerb-magyar határszakaszon mindkét irányban. Alekszandr Vulin szerb belügyminiszter, a szocialista mozgalom elnöke pártjának 13. születésnapja alkalmából felszólította Alekszandr Vučićot, hogy induljon újra a közelgő elnökválasztásokon, és kijelentette, hogy csak a politikai vezetése garantálja a szerb nép túlélését és jólétét. A következő választás fordulópont lesz Szerbia számára, akkor ugyanis eldől, hogy a nép a múlt vagy a jövő mellett voksol-e. Ezt nyilatkozta Alekszandr Vučić a szocialista mozgalom fennállásának 13. évfordulójára szervezett ünnepségen. A szerb elnök, illetve a szerb haladó párt elnöke elmondta, a választások megtartása márciusban vagy áprilisban lesz esedékes. Izgradili smo i rekonstruisali 20 puta više pruga nego u prethodnih 30 i 40 godina. Uradili smo puteva više nego ikada u Srbiji u njenoj istoriji. Ja znam da plate i penzije nisu velike, ali su također najveće u srpskoj istoriji. Izgradili smo kliničkih centara, gradimo ih i bolnica više nego ikada u srpskoj istoriji. I na kraju ono što je važno, u čemu je Aleksandar imao značajnu ulogu i svi vi, dragi prijatelji, a to jeste i razvoj naše nacionalne svesti, očuvanje našeg nacionalnog duha, ma gde da Srbi žive. 2022. februárjában indul az első gyorsvonat Belgrád és Újvidék között, ekkor fejeződnek a gyorsvasút munkálatai, mondta Tomislav Movimrović, szerb építésügyi közlekedési és infrastrukturális miniszter. Ez a rész a Belgrád-Budapest korridor első szakasza. Belgrád és Újvidék között 6 megállója lesz a gyorsvonatnak. Az Újvidék és Szabadka közötti vasúti szakasz munkálatai is hamarosan várhatóan már idén szeptemberben vagy október elején elkezdődnek. Tovább folyik a mentés, a pusztító áradások sújtotta németországi területeken, még több régióban már akárok felmérése zajlik. Az árvíz áldozatainak száma Németországban és Belgiumban 180 fölé emelkedett. A hatóságok még mindig több száz embert keresnek. Angela Merkel német kancellár miután látogatást tett a korábban soha nem látott nagyságú árvíz sújtotta vidékeken, gyors pénzügyi segítséget ígért. Németországban az áram és a vízellátás sok településen teljesen megszűnt. Az áradás utakat, hidakat tett tönkre, és sok lakóházat a földdel tett egyenlővé. Egyes területek még mindig megközelíthetetlenek a magas vízszint miatt. Bajorországban szükségállapotot hirdettek. Számos házat elöntött a víz, ezért a lakosoknak azt tanácsolták, hogy hagyják el az otthonaikat. Németország mellett Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Svájcban és Ausztria egyes területein is küzdenek az áradásokkal. Belgiumban összesen 120 településen okozott károkat a napokon át tartó esőzés és az áradások. A német-holland határnál fekvő Wassenberg felét pedig elvitte a víz, miután áttört a várost védőgát. A Nyugat-Európát sújtó áradásokat a Bernd nevű ciklon okozta, amely meleg és nedves levegőt szállított a térségbe, és sok helyütt napokig tartó esőzést okozott. Sok embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A hatóságok abban bíznak, hogy sokan az akadozó telefon és internet szolgáltatás miatt nem tudnak életjelet adni magukról. Szerbia szerte heves zivatarok, viharok tomboltak az előző éjszaka. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet értesítése szerint a jégeső és a viharos szél több városban is nagy károkat okozott, főként a dél-szerbiai területek érintettek.
Elvert gyümölcsösök, járhatatlan közutak maradtak a vihar után. Ivanyicán a tojás nagyságú jégeső pusztított szombat éjjel, a málnásokban hatalmas kár keletkezett. A nagy mennyiségű eső miatt pedig két helyen is földcsuszamlás történt, ezért a közutak szinte teljesen járhatatlanok a településen. Blác községben mogyoró nagyságú jég esett, ami tönkretette szinte a teljes szilvatermést. A Szerbia Vizei Közvállalat jelentése szerint a nagy folyók vízszintje stagnál, nem kell árvizektől tartanunk. A hirtelen lezuduló csapadék miatt városi áradások viszont lehetnek. Ezek akkor keletkeznek, ha a városi szennyvíz elvezető rendszer nem tud egyszerre nagy mennyiségű vizet befogadni a lehulló ágak és a sár miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a viharveszély még nem múlt el. Vasárnap éjszakára és hétfőre is rossz időt jósolnak. Ünnepélyesen megkezdődött tegnap este a 28. Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválja Palicson. A szabadtéri színpadon a program Kevin MacDonald a Mauritániai című alkotásával rajtolt Jodie Foster főszereplésével. A korábbi évekhez hasonlóan az új magyar filmeket most is az Eurocinema moziban nézhetik meg az érdeklődők, ahol idén szlovén filmeket is vetítenek. A Párhuzamok és ütközések elnevezésű program a palicsi Abbázia moziban látható. A Livka mozi pedig a dokumentumfilmek helyszíne. Az idei fesztiváli versenyprogramban összesen 11 játékfilmet láthat a közönség, és természetesen a szakzsűri. Közülük egy érdemli majd ki a legjobb filmnek járó Arany Torony díjat. Egyébként különböző kategóriákban összesen 139 alkotást láthat majd az idei fesztiváli közönség. Már egy órával a hivatalos megnyitó előtt tömegesen érkeztek a látogatók a palicsi szabadtéri színpadra. Az Oromi Tukacs Imre az Európai Filmek palicsi seregszemléjére minden évben eljön. Igen, tehát több éven keresztül. És miért? Hát, nem is tudom, mert szeretem az ilyen stílusú filmeket, az igazság, ezeket a realisztikus... Na. Konkrétan milyen filmeket szeret? Hát az, ami a mindennapi életét mutassa be. A szabadkai Varga Almási Ilma is nagy filmrajongó. Nagyon szeretjük a barátnőimmel a jó filmeket, és minden évben jövünk. A fesztivál megnyitóján Stefan Bakić elégedettségét fejezte ki, hogy a járványhelyzet ellenére, bár szerényebb keretek között, a palicsi filmfesztivált tavaly is sikerült megszervezni. Idén pedig ismét a szokásos pompájában zajlik majd július 23-áig, tette hozzá Szabadka polgármestere. Grad Subotica se borio za ovaj festival 2020-te, kada je većina svetskih filmskih smotri otkazano. Pandemija je ostavila traga i ove godine, kada je finansijska podrška morala biti nešto manja, ali moram da naglasim da država Srbija nije dozvolila da ova manifestacija trpi. A hivatalos megnyitó folytatásában megemlékeztek az elmúlt egy év során elhunyt korábbi Livka Sándor életműdíjasokról, Zorán Szimjanovics filmzeneszerzőről, valamint Goran Paszkáljevics és Jirzsi Mencel filmrendezőkről. Milena Zupančić szlovén színésznő vehette át a tiszteletbeli Livka Sándor díjat a régió filmművészetében nyújtott munkásságáért. Velika mi je čast za ovu nagradu, pogotovo jer sam je dobila iz ruku Mire Banjac, pojma, legende, glumišta srpskog. Az Underground szelleme nevű elismerést Ada Solomon román producer kapta. My relation with Palic Film Festival goes long time back. Dugo traje ovaj moj odnos već sa Paličkim festivalom. There are many of my films, of our films that I had sent here and they were presented to you and I hoped you enjoyed them. Dosta mojih, dosta naših filmova sam poslala ovde vama i nadam se da ste u njima uživali. But I never managed to come.
nikad nisam uspela da dođem do sada ovde. Livka Sándor életműdíjban részesült Christian Petzold német filmrendező. I'm honored. I'm honored too, and I have stage fright always. I'm near to lose my conscience. Szintén Livka Sándor életműdíjat kapott Alexander Bercsek, szerb színész legenda. Nagrada je u mojim rukama, a fesztivál može da bude i otvoren. Jövő péntekig 139 filmet láthat a fesztivál közönsége 15 kategóriában. A Titán című francia pszichológiai thrillernek Giulia Ducournau rendezésének ítélte az Aranypálmát a 74. Cannes-i fesztivál zsűrije, jelentette be Spike Lee zsűrielnök a díjkiosztó legelején. Az amerikai rendező véletlenül kotyogta ki a fődíjas film címét, miközben a legjobb férfi alakítás díjat kellett volna a zsűrinek átadnia. Giulia Ducournau a második női rendező, aki a fesztivál történetében átveheti az Aranypálmát. 28 évvel az ausztrál Jane Campion után. A 37 éves rendezőnő a versenyprogram legfiatalabb rendezője, alkotása pedig a 24 mű közül a legradikálisabb film. Bár a francia kritikusok esélyesnek találták Enyedi Ildikó filmjét, a Feleségem történetét mégsem díjazták. A magyarországi filmrendező már nem először járt Cannes-ban. 1989-ben az Én 20. századom című filmjével megnyerte az első filmes szekció fődíját, az Aranykamerát. Százhuszonöt új koronavírusos esetet regisztráltak Szerbiában az elmúlt 24 órában, a kór következtében pedig újabb három beteg hunyt el. Kórházban jelenleg 297 pácienst kezelnek koronavírus fertőzéssel, közülük 8-an szorulnak lélegeztetőgépre. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Rózsa Sándor fesztivált tartottak Hajdújáráson. Győzelemmel kezdte a szezont a TRC labdarúgó csapata a szerbiai szuperligában. Elhunyt Rádai Mihály Kossuth díjas, Balázs Béla díjas rendező, operatőr. A közismert városvédő Budapest díszpolgára 79 éves korában súlyos betegségben pénteken halt meg. Rádai Mihály 1968-tól a Magyar Televízió operatőre főmunkatársa volt. Operatőrként számos film művészi megformálása fűződik nevéhez. Talán a legismertebb a ma is újra meg újra vetített Kemény kalap és Krumpli orr című gyermekfilmsorozat. A tévénézők mégis leginkább az 1979-től 2010-ig általa szerkesztett és vezetett, a műemlékvédelem jó és rossz példáival foglalkozó Unokáink sem fogják látni című városvédő tévéműsorból ismerhették meg, amelynek operatőre is volt. Rózsa Sándor fesztivált tartottak Hajdújáráson. Az eseményt 5. alkalommal rendezték meg a bácskai településen egy kétnapos program részeként. A fesztivál első napját szombaton a magyarországi Ásotthalmon szervezték meg, immár 9. alkalommal. Hajdújáráson idén is gazdag programmal készültek a résztvevőknek. 23 bogrács, 23 csapat, mindenki igyekezett a legfinomabb birkapörköltet elkészíteni és a zsűri elé vinni. Ami fontos, hogy a birkahús jellegzetes ízét kellemesen tálalják. Húst először is szépen el kell készíteni, ugye a fagyút leszedni róla. Utána meg az a titka neki, én úgy veszem el annak a birkának a jellegzetes ízét, hogy káposztát teszek bele, és a káposzta összeszedi azt a zsiradékot. Ez egy családi rendezvény, így a legkisebbekre is gondoltak a szervezők. A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, a nagyobbak pedig kiállhatták a betyárpróbákat, gumicsizma és patkódobásban, valamint rúgtartásban mérettethettek meg. A Rózsa Sándor legendák szorosan kapcsolódnak Hajdújáráshoz, ennek kapcsán a híres betyárvezér emlékére rendezik meg a fesztivált. Az eseményen így igazi betyárokkal is lehetett találkozni.
Szeretném, hogy ne felejtsük el az őseinket, és megtartsuk azokat az értékeinket és hagyományainkat, amelyeknek a birtokában voltunk, és ezért hoztuk újra előtérbe Rózsa Sándor szellemét is, kultuszát is. Ugye, ha lehet egy mondattal, azt mondanám, hogy gyerekeink ne Robin Hoodot megismerve, hanem Rózsa Sándort megismerve éljék mindennapjaikat. A program sorozat a magyarországi Ásott Halmon kezdődött, onnan is érkeztek résztvevők méghozzá kerékpárral. Rózsa Sándor neve és kultusza Ásott Halmon is jelentős. Hát az a szerencsés összefogás alakult ki az elmúlt években, hogy hajdújárással össze tudtuk kapcsolni ezt a rendezvényt, és létrejöhetett egy egyedülálló határon átnyúló fesztivál. Mi általában a rendezvény elején az első napokat szoktuk megrendezni Ásotthalmon, ez így történt a tegnapi napon is, ahol egy hatalmas hagyományőrző felvonulással, illetve új múzeumok és egy étterem átadójával ünnepeltünk ezen a napon. Tavaly a járvány miatt nem lehetett megrendezni a fesztivált, idén viszont igencsak tömegesen érkeztek a rendezvényre. Emlékezet szerint Rózsa Sándor ezeken a környékeken mozgott, és volt neki állítólag biztos pontja itt hajdújáráson, de az ásotthalmiak ugyanezt vallják róla. Ez hozta közel a két települést. És én szerintem jó az, hogy egy olyan hétvége van, amelyiknek egyik része ott valósul, meg a másik része itt, illetve mind a két helyen. A Rózsa Sándor Fesztivált a tervek szerint jövőre is megszervezik majd. Média találkozót tartottak a Temerini Tájházban. Temerini származású vagy Temerinhez kötődő újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, hangtechnikusok és nem hivatásos publicisták gyűltek össze. A szervezők úgy vélik, az újságírók munkája, életvitele, gondjaik számos ponton találkoznak, és ez elég ok arra, hogy találkozzanak. Megosztom azonban a beszéd mindig. Először tartották meg a Temerini média találkozót, amelynek ötletgazdája Nagy Magdolna újságíró. Eredetileg március 15-ére a Magyar Sajtónapjára tervezték, de a járványhelyzet közbeszólt, így az illésnapi rendezvénysorozat keretében szervezték meg. Az az igazság, hogy mi Temerinben elég sokan vagyunk, akik a médiaházakban, tehát Újvidéken, Temerinben vagy máshol, esetleg Szabadkán is dolgozunk, és a munka mindig szétszakít bennünket, olyankor találkozunk, amikor egy-egy esemény esetleg alkalmat ad erre, és többünk fejében megfordult az ötlet, hogy hát egy szakmai találkozót is már összehozhatnánk. A résztvevőket Nagy Nándor nyugalmazott televíziós újságíró köszöntötte. Rengeteg értelmiségi van Temerinben, aki a médiába keresett érvényesülési lehetőséget, és ott bizonyította is, hogy érti a szakmáját, és számos neves újságírót nevelt ki ez a település. A találkozón Csorba Béla publicista nyitotta meg Lébhaft Pál karikatúráinak kiállítását, valamint méltatta munkásságát. Az életünk és a világunk ellentmondásai és hazugságai túl valójában ő a világ jobbításának a szándékára rajzolja a karikatúráit, és ez a humanizmus hatja át a műveit, és emellett persze egy etikai, sőt, olykor egy filozófiai mélység is, ami miatt én például nagyon szeretem a rajzot. A Temerini írott sajtó történetét bemutató alkalmi válogatást a történelmi kutatásairól is ismert újságíró Fúró Dénes nyitotta meg. A Temerini írott sajtó főként története nagyjából 100 évvel ezelőtt kezdődött el, tehát a Temerini újság első száma 1928. szeptember 2-án jelent meg, tehát ez Lang György nyomdájában látta meg a napvilágot, hát ez egy hetenként megjelenő lap volt. A találkozón felidézték az 1971-től 2016-ig működő, igen népszerű Temerini rádió adásait is, valamint anekdoták hangzottak el a Temerini újságírás történetéből, és néhány Temerinből elszakadt újságíró üdvözletét is átadták.
Kelebián már hagyományosan minden évben színes programot szerveznek a templom búcsújával egybekötött falunapra. Tavaly ezt a járványhelyzet akadályozta meg, idén pedig az időjárás nem kedvezett. Zsúfolásig megtelt a kelebiai katolikus templom az operett és a magyar nóta kedvelőivel. A Szóljon hát a nóta zenekar a magyar nóták, cigánynóták és operettek hangulatát hozza vissza Vajdaságba. Erre az estére is ilyen muzsikát hozott. A legjobb magyar nóták, a leghangulatosabb csárdások és frissesek szerepelnek a repertoáron, illetve nem maradhatnak ki a pattogós cigánydalok is. Nagyon jó muzsikusaink vannak, kiváló énekesek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a közönség meg lesz majd elégedve. A Kelebiai Gál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület a Gyűj Testvér Egyesületének parlandóinek együttese negyedik alkalommal vesz részt az ünnepségen. Mi nem képzett énekesek vagyunk, mi csak énekelni szerető amatőr énekesek vagyunk, és egyet tudunk és érzünk, hogy a Vajdaságba bármikor nagy örömmel és szeretettel jövünk, mert csodálatos emberek, csodálatos közönség. A Gál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, a Kelebiai Vadász Egyesület és a Kelebiai Plébánia minden tagja részt vett a szervezésben. A közösségi élethez az is hozzátartozik, hogy együtt imádkoznak az emberek, de az ilyen események is a részét képezik, mondta Paskó Csaba, kelebiai plébános, az egyesület elnöke. Ez nagyon fontos, hogy az ember a vallásosságát, az Isten kapcsolatát, azt ne egy ilyen savanyú uborkás formába képzelje el, hanem alapvetően egy életigenlés, hiszen az élet az az Istentől kapott ajándék, egy óriási nagy kincs. A két együttes, fergeteges előadása nagyszerű hangulatot teremtett. Az ismert dalokat velük együtt énekelte a közönség. A falunapot és a búcsút vasárnap kirakodóvá zárja, a gyerekek pedig a körhintára is felszállhatnak. Hagyományos babfőző versenyt szerveztek szombaton a törökbecsei Tiszaparton. A különféle hússal gazdagított bableves készítése mellett nem maradt el a barátkozás, a jó hangulat sem. A helyi idegenforgalmi szervezet által életre hívott családias hangulatú eseményt az előző évektől eltérően idén a valamikori komplejárat melletti úgynevezett gradiste kikötőhöz tartozó zöld pázsiton szervezték meg. A helyszín most fehér sörsátrakkal, tűzifával és bográcsokkal telt meg. A verseny jellegű fesztiválra 42 csapat nevezett be. A főkupták arra törekedtek, hogy a lehető legfinomabb bablevest készítsék el. A Tiszavirág csapat minden éppen megállja a helyét, hisz jófajta babbal és házias alapanyaggal érkezik. Az elmúlt években több alkalommal is győztesként ért haza. Korán sem mindegy, hogy az üstbe mi kerül bele, mondják. Az apró gyöngybab és házi füstőcsülök és házi füstőt köröm. A köröm nélküse nem jó bab, mert az ad neki valami sűrűséget. Az idei babfesztivált a résztvevők zöme repesve várta, mivel tavaly elmaradt a járványhelyzet miatt. Eljött az a nap is, mikor újra társalogni tudunk, mivel ugye másfél évet le voltunk zárva, és ez a kellemes társalgás már hiányzott az embereknek. Szívvel, lélekkel készült mindenki. A törökbecsei babfőző versenyt több mint két évtizede szervezik meg. A jövőben is folytatni, sőt, bővíteni szeretnék. Mi radimo i na tome, da to buduće bude praksa, da se ovde bude, da bude što više ekipa i da da Bog da već možda sledeću, da ako ne sledeću, u nekom narednom periodu, ovo bude premali prostor. A törökbecsén szervezett idei babfesztiválra a bánáti községhez tartozó települések mellett Óbecséről, Zomborból, Temerinből, Bélapalánkáról, valamint Leszkovácról is érkeztek résztvevők. Szép, finom és méreg drága. A luxus cikknek számító gyümölcsöt nem sok helyen lehet kapni. A szabadkai tejpiacon vasárnap délelőtt csak egy málna árast találtunk. A málna ára a boltokban és a piacokon 800 dinár körül van kilogrammonként. Ez háromszorosa a felvásárlási árnak. A szabadkai Mára Radulovics kislányával ment a piacra, nagyon szeretik a málnát.
Pa kupujem ih u sezoni, čak ih i ostavljam u zamrzivač da ih imam za zimu. Egyre kevesebben termesztenek málnát. A termelési költségek ugyanis emelkedtek. Emiatt drágul magának a gyümölcsnek is az ára. A szabadkai tájpiacon vasárnap délelőtt kizárólag egy árusnál lehetett málnát kapni. A magas ár ellenére gyorsan elfogyott az asztalról a gyümölcs. Kevés van. Nincs málna. És az, akinek van, az diktálja az árát. Sokan vesznek-e málnát? Hát vesznek, mert ebből kevés van is érdekes, még finom. Szeder, málna, az mén. Csak kevés van, borovnica. Az most jobban mély, mint bármelyik gyümölcs. Július közepén kezdődött a csemege kukorica szezonja is. Egy cső 30-40 dinárba kerül. Darazsac Klára és családja már 20 éve foglalkozik különféle növények termesztésével. A napokban csemege kukoricát vettek tőlük legtöbben, mesélte. Ilyen tájban tavaly már olcsóbb volt, de sokat betett az idő, változás, és avval most még tartsa. Mondhatná, hogy eddig mindig egy kuglifagyi árával vitatkozott, de most már olcsóbb. A málna és a kukorica szezonnak is októberben lesz vége. Míg a csemege kukorica ára várhatóan csökkenni fog a hetekben, a málnai valószínűleg változatlan marad. Örökhűséget fogadott egymásnak a Pannon RTV két munkatársa, Szarabka Szabolcs és Brinzai Ildikó. Médiaházunk operatőre és marketinges főmunkatársa vasárnap délután mondta ki a boldogító igent családjuk és barátaik jelenlétében. Házasságkötésükhöz ezúton is gratulálunk. És most az időjárásról. Továbbra is narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában a lehetséges zivatarok miatt. Az előrejelzések szerint Észak-Vajdaságban nagyobb mennyiségű csapadékra ismét csak az esti órákban kell számítanunk. Éjjel 16 és 20 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Holnap is hasonló időben lesz részünk. Szerdától viszont ismét a napsütésé lesz a főszerep. Ekkor fokozatos felmelegítésre kell számítani 30 fok feletti csúcsra. Hőmérsékletekkel. Győzelemmel kezdte a szezont a TSC labdarúgó csapata a szerbiai szuperligában. A topolyai együttes hazai pályán verte 2-0-ra a Novi Pazart. A találkozó minden bizonnyal a sporttörténelembe is bekerül, hiszen ez volt az első olyan bajnoki labdarúgó mérkőzés az országban, ahol a videóbíró segítségével hozott döntést a játékvezető. Harcias és kőkemény taktikai harcot hozott a TSC és a Novi Pazar összecsapása a szerbiai labdarúgó szuperliga nyitó fordulójában. A hazai pályán játszó topolyaiak már a 23. percben előnybe kerülhettek volna egy 16-oson belül elkövetett szabálytalanság miatt. Lukic azonban kihagyta a 11-est. A TSC viszont nem vett vissza a támadó fociból, és a 28. percben egy öngólt követően jutott vezetéshez. A számos lehetőséget hozó folytatás ellenére több gól nem született az első fél időben. A fordulást követően aztán sporttörténelmi pillanat következett, ugyanis a játékvezető videóbírózást követően döntött úgy, hogy újabb büntetőt ítél a TSC javára egy kezezés miatt. Szerbiai bajnoki labdarúgó mérkőzésen korábban még nem történt ilyen. Lukic pedig ezúttal magabiztosan lőtt, és az 51. percben megduplázta a topolyaiak előnyét. Mint később kiderült, ezzel együtt a végeredményt is beállította a TSC csatára. Kad se sve sabere i oduzme da sam jako zadovoljan što smo pobedili i upisali prva tri boda. S druge strane što gospodin Milanović kaže, mislim da je utakmica bila sadržajna, zato treba dve ekipe da budu u tome svemu i mislim da i mi, ali i Novi Pazar smo učestvovali u tom sadržaju. A topolyai együttes az újabb három pontot a következő fordulóban a Metalac otthonában próbálja majd begyűjteni. Kerkez Milos két góllal debütált az AC Milan felnőtt csapatában. A mindössze 17 éves vajdasági születésű futballista a szombati felkészülési mérkőzés második félidejében kapott lehetőséget a harmadosztályú Proceszto ellen. A klub beszámolója szerint a 88. majd a 91. percben is kapuba talált. A mérkőzést 6-1-re nyerte az AC Milan.
A legjobb eredménnyel jutott be Tallinnban a korosztályos Európa-bajnokságon a gerelyhajítás döntőjébe Világos Adrianna. A 17 éves kishegyesi tehetség a 20 évesek mezőnyében ért el első helyezést 60 méter 62 cm-es hajításával, a továbbjutási szint pedig 55 méter volt. Így Világos csaknem 2 méterrel előzte meg a selejtezőben a második helyezett görög versenyzőt. Az U20-as EB döntője ma 17 óra 30 perckor kezdődött. Eddig tartott a híradó, lássuk, melyek voltak a nap kiemelt hírei címszavakban. Ma adják át az új labdarúgó stadiont Adorjánon. Továbbra is órákat kell várni a Szerbiába történő belépésre Magyarország felől. Tovább folyik a mentés a pusztító áradások sújtotta németországi területeken. Az egekbe szökött a málna ára. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírre kíváncsiak, keressék fel honlapunkat a pannonrtv.com-ot, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk. Szép estét, a viszontlátásra!